Kombucsa update! A legutóbbi etetésük óta hét nap telt el, és a legnagyobb meglepetésemre új kis képződmények lettek az üveg tetején. Ezeket óvatosan lenyomkodtam egy műanyag kanál segítségével, ugyanis, hogyha a tetején maradnak ezek a kis zúzmok, akkor kiszáradhatnak. És ha kiszárad, akkor sajnos elpusztul. Mindkét üvegben találtam újszülötteket, így mind a két alkalommal megismételtem ezt a műveletet. Ezután vártam, és 12 nap elteltével kivettem az anyatelepet, illetve az új szkóbikat, és kaptak friss kaját. Első lépésként kivettem tiszta kézzel az anyatelepet, illetve a kettő új kis képződményt, amiket egy tányérra helyeztem, és ezek az újak olyan vékonyak és puhák voltak, nagyon óvatosan fogtam meg őket, nehogy elszakítsam. Miután ezzel megvoltam, a kombucsa teát kettő üvegbe töltöttem, majd ezek mehetnek a hűtőbe és lehet fogyasztani illetve az alaplevet meghagytam, és visszahelyeztem a kis élőlényeket. Majd jöhetett bele a friss adag cukros teja, ezután letakartam, és leraktam pihenni. Te kóstoltál már kombucsa teát, Ha igen, hogy ízlett?